Ha itt a február, és hideg az idő, az ember kantra vár, mert azért van itt ő. Még Hegel bonyol, a kant az érdekes, hisz logikája kristálytisztas rendszer végleges. Így a jó vélezem én a kantot, érdek nélkül is tetszik, hogy tiszta ész, amit látok, a kapban az is jó, hogy van egy fordulat, ez megtanulható egy fél óra. Csak azt nem értem én, sok dékán miért visít, ha véletlen az erkölcs és az antikus egyezik. Jaj, úgy élvezem én a kantot, érdek nélkül is tetszik, viszta ész, amit látok, ettől épül az adat. La la la. Gyógyszerrel gurul, és otthon az anyu a Wittgensteinre gyúr. Bánult vele ezért, igen sok vitám, mert ki hallott még ilyen dolgot nyögni a kant után. Jaj, de élvezem én a kantot, érdek nélkül se tetszik, ó, ezt még szintje, más se hall, és leépül az okta. La 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 la. Magához édesgette, majd el akarta nyelni. B. Sándor pesti illetőségű lakos feljelentést tett T. helyi tettes ellen, aki B. állítása szerint ártalmatlanak látszó viselkedésével először megtévesztette, majd miután több napon át hamis biztonságérzetbe ingatta, bántalmazni akarta őt és több más helybelit. B. elmondásából kiderül, hogy T., akivel egy nyári napnak alkonyulatánál ismerkedett meg, tisztában volt áldozata esztétikai és művészeti preferenciáival, ami arra utal, hogy a megismerkedésük előtt már huzamosabb ideje figyelte őt. T., alig hanem a bizalom könnyebb megszerzése érdekében először bemutatta P. gyermekének, kis T.-nek, mert különféle mutatványokkal, piros sugárok, sárga fövenyszőnyeg, rózsafelhők, kis falucska tornya, stb. Kábrasztatta el P.-t. Ezek után a szexuális csábítás trükkét is bevetette. Csalétekként P. menyecske szolgált, aki saját elmondása szerint szándéktalanul működött közre T. tervében, amit az is megerősíthet, hogy csupán rövid szemkontaktus létesített P. sem, ez azonban elégnek is bizonyult. Miután P. lelke édes, mély mellett szédült, visszatért az akkor szállásához szolgáló tanyára, ahol több társát, akik gyanakvással viseltettek T.-vel szemben, igyekezett meggyőzni T. ártalmatlanságát. Ez, mint pár nappal később kiderült, csak nem végzetes lépésnek bizonyult, akkor ugyanis T., miután többször is kifejezte a világ elnyerésére irányuló szándékát, zúgva, bőgve áttörte a gátat, és az óvintézkedések a félrevett halang ellenére számos helyi ingatlant megrongált. Személyi sérülés szerencsére nem történt. P. Sándor, miután tévedését belátta, maga értesítette a hatóságokat és szolgált részletes verses vallomással. Tét megtévesztés, vandalizmus és gyilkossági kísérlet vágyával azonnal őrizetbe vették. További intézkedésekről egyelőre nincs hír. Ne olvas
igazolja a lelket. Ne firtasd ilyen olyan törvény, mire kellett. Ne kérdezz, miért nem nyílt meg a várban a bazár. Ne kérdezz, ennyi pénzért miért nem lő a csatár. Néha nem hiszed, mit mond a tévén, lőd le. Gondolj az állásodra, gondolj a jövődre. Egy percre könnybe lábad, akkor majd a szemed. Rádöbbensz arra, hogy így jó neked. Nem mondd, hogy nehéz, és ismerős az egész, mert épp 25 éve még tudtuk ezt betéve. Ne adj a szóra, mert holnap virradóra rájössz, hogy elszúrtad a karrieredet. Hát jól vigyázz, hogy ne hibázz. Ne olvasd csak az, mi borzolja a lelked. Ne firtasd ilyen olyan törvény, mire kellett. Ne kérdezz, miért nem nyílt meg a várban a bazár. Ne kérdezz, ennyi pénzért miért nem lő a csatár. Ha néha nem hiszed, mit mond a tévé, lőd le. Gondolj az állásodra, gondolj a jövődre. S egy percre könnybe lábad, akkor majd a szemed. S rádöbbensz arra, hogy így.